Hát sziasztok! Utoljára június végén játszott az Ulsan Hyundai csapatában Kosta Márk, és aki figyelte az átigazolási oldalakat, és rákeresett a nevére, az látta, hogy az szerepel már júliustól, július közepétől, hogy csapat nélkül. Nagyon sok magyar szurkoló aggódott azon, különösen az Zalaegerszeg akik megszerették az ő játékát, hogy hova fog kerülni, és nagyon hosszú idő telt el, mire felszállt a fehér füst, és a mai nemzeti sport lehozta, hogy a Torpedo Moszkva csapatába kerül át. Ugye ez a nagyon tehetséges, középpályásként és középcsatárként is bevethető játékos, talán egy kicsit felrázza a torpedó Moszkvát. Ugye a Torpedo Moszkva felkerült az első ligába, ugye mostantól játszik ott, ugye július 17-én volt az első mérkőzése, ahol mindjárt 3-1-re kikapott a Szocsi csapatától, de borzasztó eredménytelen, különösen a támadó szekciójában, hiszen ha megnézzük a bajnokságot, akkor a 15. kieső helyen állnak, ugye 4 gólt sikerült összesen rúgniuk, és 18 at kaptak 7 mérkőzésen, és ugye egyetlen egy döntetlennel rendelkeznek, és 6 verességük van. Tehát ez az eredmény ez egyértelműen jelen helyzet szerint predestinálja őket a kiesésre, tehát nem meglepő, hogy keresték a piacon azokat a lehetőségeket, hogy kit lehet hozni a csapathoz, és azt hiszem, hogy Costa már pont jó évjárat úgymond, hiszen 25 esztendős játékosról van szó, ugye 96-ban született, és egészen biztos, hogy tudja segíteni a csapatát. A nagyon csúnya körülmények között került el az Ulszántól abban az értelemben, hogy egyszer csak úgy, úgy kirakták a, a csapat szélére, úgy nem foglalkoztak vele, nem, 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 nevezték a különböző sem kupa, sem bajnoki mérkőzésekre, tehát látszott, hogy, hogy nem tartják túl megfelelően. Most azért, aki az Ulszán Hyundai meccsét látja, az látja, hogy Costa ebből nem lók ki lefelé, sőt, ugye azt lehet mondani, hogy akár még Ádám Martinnal egy nagyon-nagyon kiváló támadó párost is alkothattak volna. Hát erre most nyilvánvalóan nem kerül sor, és nagy eséllyel sohasem, de az, hogy a Torpedo Moszkvába átkerül, az talán reményt ad arra, hogy újra folyamatosan játszon, és ha kiemelkedik a játékával, akkor esetleg más akár európai bajnokságokba is, akár nyugat-európai bajnokságokba is elkerülhet, hiszen egy nagyon tehetséges, nagyon kiváló játékosról van szó, akinek, hogyha megnézzük az alapvető adatait, akkor látjuk, hogy az alágerszakban ugye az utolsó két idényében bajnoki mérkőzésen összesen játszott 43-at, és ezen a 43 mérkőzésen rúgott 19 gólt. Az Újpestben is ugye 18 meccse volt bajnoki meccse, és három gólt szerzett, előtte pedig ugye a mezőköves, de azelőtt pedig a Honvéd játékosa volt. Tehát egy nagyon Remélem, hogy a Torpedo Moszkvában is lesz egy eredményes idénye, és ott ugye e, sikerül mondjuk 8-10 gólt rúgnia, és ez lehetőséget ad arra, hogy elkerüljön, ahogy mondtam is, komolyabb bajnokságukba. Ha megnézzük azt, hogy a Torpedo Moszkvának egyébként a, a középső csatárai kik, ugye azt kell mondjam nektek, hogy folyamatosan próbálkoznak. Tehát most itt a Krasnodar elleni mérkőzésen egy lapjövő játékos volt a pályán, és nem nagyon sikerült próbálkoztak fiatal középcsatárral, próbálkoztak egy 28 éves játékossal, aki egyébként a, a második ligában nagyon jól játszott, ezt ugye turistsevnek hívják, de hát ővele, ővele sem sikerült elérni semmit, ugye bocsánat, a 20 éves a turistsev, és a Kalinkova 28 éves, tehát ezekkel gyakorlatilag nem sikerült, úgyhogy a Costa Márka a negyedik, ötödik variáció tulajdonképpen a Torpedo Moszkvánál, és hát reméljük, hogy, hogy megragad, és bízunk benne, hogy, hogy sikeres lesz. No, nem is ragozom, a lényeget elmondtam, és, és, nagyon fontos volna, hogy ez a játékos újra, újra jó csapatban, és újra, újra kezdőként, és végigjátszva a mérkőzéseket, játszon és gólokat szerezzen, hogy aztán esetleg esélye legyen arra, hogy a tágabb válogatott keretnek is akár része legyen. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek, iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számon vagy nyomd meg a köszönet gombot, hajrá Magyarország! hajrákozta már, a jó Isten áldjon meg mindenkit.